Nincs fókusz! Ne! Hallott, nagyon szerencsétlen, hogy neked kamera a kezedben. Ebből mi lesz? Na hát ilyen felállás még nem volt. Haszta mindig! Három ekkora embert, hogy autó, ez nem bír. Ez a kocsi mindent elvétesült. Sziasztok! Tripezés lesz. És fú, nekem nagyon rég nem volt ilyenem, és ráadásul főleg nem ilyen jó emberekkel, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy megőrülünk-e, meg hogy mit hoz ez az egész. Én is, mert semmit nem mondtál róla, hogy mit fogunk csinálni, vágod, én csak így jöttem. Késő este van. Megyünk még? Finnus is nekem sem. Jóiság. A kenguruk országába. Ausztria. Ausztriába indulunk. Elég késő van, úgyhogy menjünk el az első szálláshoz, aztán majd reggel duma. Hát jó reggelt kívánok, hát hajnalban megérkeztünk ide az ausztriai házunkba, Bad Mittendorfba, ugyanis megaludtunk itt, mert innen is még 4 óra az út, ugyanis Innsbruckba tartunk, szerintem ezt nem mondtuk el tegnap, és hát extrémkedni jöttünk ide Ausztriába, Zozo készül a jövő évi versenyekre. Amik egyébként már az idei versenyek. Ez az! Úgyhogy Matyival elvisszük edzeni. Tulajdonképp Zozo miatt van a trip, hogy ő jót tudjon biciklizni. Bennünk amúgy semmi hátsó szándék nincs Matyival, hogy esetleg tudjunk egyet majd csúszni, vagy mi is bringázzunk egyet, nincs semmi ilyen bennünk. A lényeg. Erre már, mert nem fogunk tudni semmit csinálni egész nap, mert elmegy az egész nap. Ki az a kis csinálja? Nem hajtsára a gyerek amúgy. Addig is 3 gyors kérdés a srácoktól. Legjobb ország, ahol eddig jártál? Ausztrália. Németországi Alföld. Ne adjál már hülyeség. Amarátus. De nem, nem tudom, fogalmam sincs. Mindegyik szép volt. Milyen trükköt adnál be nagyon szívesen? Hú, a dupla szaltot nagyon szeretném megjönni. Újat kell mondanom? 7-20 fászpörgetés nagyon szeretnék. Milyen trükköt adnál be nagyon szívesen? India. Dupla hátraszaltó sível, szimpla hátraszaltó biciklivel és tripla hátraszaltó trambolinról. Egy dolog, ami a hármunkban közös. A sapkában vagyunk. Ja, nem én! Azt, hogy szeretjük a nőket, a jó nőket. Mondd már Dani vlogját, hogy túl sok anyaga legyen és ne tudja összerakni. Kis ember nagy táskával jár. Tudom én, hogy igaz? Elférünk 4-en is. Csá, Gréti. Daniel illegálisan drónt vezet. Jó lesz, na. Na hát itt vagyunk Innsbruckban, az Area 47 Indoor Bike Parkban. Most nyílt ez a hely, egyébként ez egy ilyen kinti extrém park. Matyi volt már itt. Jó hely? Nagyon-nagyon nice, le lehet ugrani 23 méterről onnan. De mi most a bringás szekciót fogjuk megnézni. És nem tudom, mit várjak tőle. A képek alapján nagyon jól néz ki, ha jól láttam, van egy pump track is, airbag is, úgyhogy megnézzük, hogy mit hozunk ki. Belőle Matyit megszaltóztatjuk. De nem, hát ne én legyek itt a fő izét, te mondjál valamit, hogy te mit fogsz csinálni. Vagy Zozót megdupláztatjuk? Inkább akkor. Na menjünk be, mert 2 óránk van. Ahogy előveszem a kamerát, Dani rögtön ízítja a jó trükköket. Na szóval a hely az bomba, van egy pump track pálya, mindenki kénye, kedve szerint tud gyakorolni, megedzeni. Található itt mögöttem egy ilyen flow trail, vagy dörrsor, hívjuk ahogy szeretnénk, lehet rajta összelóssal is menni, nincsenek lyukasugrók, és hát kanyarog itt össze-vissza, átmegy az airbag indítója alatt is, tök jól néz ki az egész, és hát van maga az airbag, amire pedig hát lehet gyakorolni a jobbnál jobb trükköket, van egy kicsi, meg egy nagy ív, egyébként mindenki a nagyot használja, mert az se para egyáltalán, nekem egy kicsit lapos, az az igazság. De sose ugrottam még ilyen nagy airbagbe. Tök jó élmény, tök jó a régi trükköket felidézni, ráadásul egész jól is megy, úgyhogy ja, ezt látjátok most. Jó. Hát hallod? Te fél éve nem viccoztam ilyen jót. Tényleg? Aj, nem tudom leakarni a mosolyt a számról. Nagyon élveztem. Jól ment, jól nyomtad. Neked gratula a dupla WP-ból KP-hoz. Szép. Nekem gratul a
szuper messzire, nagyon mondom. Olyan, fúristen, na azt viszont az évek óta nem csináltam, és nagyon örülök neki. Pacsinak meg rata szaltójához, az ekkora ugraton szaltózni. Ez hát pont azért pacsi. Könnyű, mert nagy az ugró. Hát igen. Amúgy én nagyon nem kalkuláltam bele, hogy ez a bicikli nehezebb, mint egy BMX, és azért ez nehéz. És egy full telóssal még meghúzni, azért az... Na, zúzzunk tovább! Atyi kocsi a rohadt jó, mert csak bedobáljuk a bringákat, meg a sícucokat, és már mehetünk is tovább. Ez én videóm, ezt én mondom, ezt nem, ez már az én videómban van benne. Amúgy meg itt egy óriási mászófal, és mennyire jól néz ki. Na közben mi átjöttünk Innsbruckba, és itt is található egy fedett skatepark, ami még alkalmasabb arra, hogy Zozó gyakoroljon az idei versenyekre. Ne parázz, nincs baj. Én nagyon félek. Ausztriában nem feltétlenül a BMX-ezés jut az embernek az eszébe, úgyhogy azért meglátogattunk egy gletschert is, hogy bemelegítsük a lábainkat, még ha nem is vadultunk mi Zozóval nagyon. Azért Matyi mutatott egyet mást. Legalább a montásból derüljön már, hogy én is tehetséges vagyok. Duplát kellett volna, de az a baj, a többiek nem húztak. Akkor a szaltót ugrottál benne, hogy leesett az állunk. Na, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van itt. Zoli, jó ez a skatepark? Mindjárt kiderül. Amúgy szerint... Ez szerintem világcsúcs. Kicsit kicsinek tűnt a fotókon, de amúgy nagyon jó hangulatos. Van egy-két boxugrató, mindenféle street race. Megnézzük, hogy mit lehet itt csinálni. Hey. Nowadays the pain follow me, deal with trauma probably. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power, God in me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's a plan with zero action? Faced with bad habits, knowing it's a magnet to my imbalance. I'm somewhere between confidence and arrogance. The middle ground is treacherous, I work on getting out of it. Pops is looking down, I feel him every time the sun shine. Back to being unsigned, I only got my bloodline. With me going forward, smoking cookie till we dumb high. I heard you taking shots, we pulled up on them, they was gunshot. 2 p.m. in Rome, we at the chapel eating sun-dried tomatoes and a plum wine. Life been like a movie. Na hát végeztünk a bicózással itt Innsbruckban. Bobo, köszönjük a lehetőséget, meg a társaságot, meg a mindent. Ja, nagyon szívesen. Remélem, hogy nekem is beindulhat az influencer karrierem. Milyen autót vennél akkor? A legolcsóbbat. Na hát mi Matyival, hát megsínylettük ezt a pár napot azért. Volt bőven bringázás, meg síelés is, hát Matyi lecsukta magát egy nagyon csúnya ugratásból. Én meg szimplán a léttel azt, hogy sokat ültem autóba, meg síeltem is, meg bicóztam is, ezt már a derekam nem bírt el. Szólt, hogy akkor én ma már ne csináljak semmit, létszik. Lett egy teniszlabda a könyökömbe, mindkét lábamat kézzel kell emelnem, hogy tudjak menni kb. De jól vagyok, kösz. De azért jól érezted magad? Nem bántad meg? Én még azt mondom, hogy így is megérte. Tanultam tök sok mindent, lehettem ilyen magasságos emberekkel, mint ti. Na jó, hagyjuk. 300 ezer követős emberekkel lehetett egy 30 ezer követős ember, azért na. Nincsenek amúgy Matyinak komplexusa és semmi, egy darab. Kövessétek már szegényt, hogy a jövőre már 31 ezeren hát követik. Na, úgyhogy indulunk haza, király volt az egész. Na hát én közben már visszaérkeztem a családhoz. Szia! Szia, örülünk, pa. Hogy visszajöttél hozzánk. Oli, legközelebb jössz te is a biciklis tripre?
Bizony. Hát őszintén szólva imádtam megvágni ezt a videót, nagyon jó felvételek készültek. Őszintén szólva jó volt magamat is látni így most a felvételeken, hogy még mikre vagyok képes. Kár, hogy a derekam beadta az unalmast a végére. Újra menő vagy, nem? Olyan érdekel. Jóból, jóként mondom, nem rosszból. Innen jöttem. Ezt a Danit szeretted meg akkor? Hát igen, ezt a vagány, extrém sportoló Danit, aki snowboard, ezik bicikli. Jó lehetett azért kicsit visszatérni ebbe az időbe. Tényleg nagyon jó érzés, de közben meg egy kicsit aggasztó is, meg egy kicsit ilyen lemondással teli érzések is vannak bennem, hogy ennyire rossz tényleg a hátam megint. Kezdhetem előről szerintem az egész tornát, pedig minden előtt nagyon alaposan bemelegítettem, vittem masszázspisztolyt, utána lenyújtottam minden nap, azt nézd meg, így se bírta ezt a terhelést. Na mindegy, ez tényleg az én bajom, ezzel foglalkoznom kell, aztán azért még van remény szerintem, de na, mindegy. Nagyon jó volt Zozóval is, meg Matyival is együtt tölteni ennyi időt, rég volt már ilyen. Matyinak köszi a felvételekért, meg a sok segítségért, mert ez a videó nélküle nem valósulhatott volna, meg neki is lesz majd egy videója az ő szemszögéből, majd azt is nézzétek meg, leteszem a leírásba. Zozó nagyon királyul bringázott, szerintem jó lesz ez az idei szezon. És hát nagyjából ennyi. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, írjátok le kommentbe, ha szeretnétek még ilyen extrémebb, bicós tartalmakat is, és akkor hamarosan találkozunk. Sziasztok! 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 Csákó!